Világítás? Nincsen világítás? De szeretnétek, ha lenne? Szeretnétek, ha lenne? Hogy használjátok, mert lassan este van, és akkor úgy kellene közlekedni, hogy jó legyen rendben. Adunk most nektek egyet, ez egy ilyen gumírozott első-hátsó világítás. Ha megérkezt, fel is teszitek, és akkor, hogyha legközelebb valahol megálltok, akkor zsebre teszitek, jó? A két kisfiú boldogan távozott a kerékpárra szerelhető lámpával a rendőrségi ellenőrzésről. A büntetés ezúttal elmaradt, hisz egy kampány részeként ajándékba kapták a világító eszközöket. A kampány az önkormányzat és a rendőrkapitányság kiváló, évek óta tartó együttműködésének újabb bizonyítéka. Meggyőződésem, hogy az önkormányzatnak a rendőrséggel, illetve a polgárőrséggel szorosan együtt kell, hogy működjön, hiszen a püspökladányi embereknek a közbiztonságát védik. Az önkormányzat, amiben tud, a felkérések alapján mindig megpróbál segíteni, és ugye így volt ez a nyár folyamán is, amikor is kapitány úr megkereste az önkormányzatot azzal, hogy mit szólnánk hozzá, ha a járőrözések alkalmával, amelyek a rendőrök, illetve a polgárőrök az éjszaka folyamán a várost járva megtesznek, egy kis papírszelvényt dobnának be azokba a postaládákba, ahol a járőrözéseket folytatták. Nagyon örültünk ennek a kezdeményezésnek a nyáron, és itt az önkormányzat vállalta azt, hogy elkészíteti azokat a kis papírokat, amelyeket a rendőreink bedobtak a ladányi lakosoknak. Az együtt gondolkodás és cselekvés ezután is folytatódott. Mivel a rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt időszakban emelkedett a kerékpáros és gyalogos balesetek száma, ennek megelőzésére már évelején egy feladattervet készítettek. A Látni és Látszani balesetmegelőzési kampány szépen beilleszkedett a már két éve az önkormányzattal közösen végzett munkába. Látni és látszani kampány, ez egy rendőrség kampány alapvetően, de ezt mi beépítettük abba a közel két éve indított helyi balesetmegelőzési sorozatba, amelyet az önkormányzattal közösen kezdeményeztünk. Az alapkiinduló pont az volt, hogy a városban nagyon sok kerékpárút épült, ami elvileg biztonságosabbá kellett volna, hogy tegye a kerékpárosok közlekedését. Ugyanakkor úgy tűnik az elmúlt évek alapján, hogy meg kellett tanítanunk a város lakosságát, a kerékpárral közlekedők arra, hogy hogyan használhatják biztonságosan a szabályokat betartva a kerékpárutakat. Ennek az egyik eleme az is, persze ez a kerékpárúton nem annyira jellemző, de a város egyéb területén igen, hogy a kerékpáros balesetek jelentős részében szerepet játszik az, hogy nem megfelelően láthatóak. És ennek a kampánynak a része az, amelybe az önkormányzat most bekapcsolódott, mégpedig egyrészt elvi támogatásával, másrészt pedig azzal, hogy eszközöket vásárolt, láthatósági eszközöket, hogy megelőzzük az e fajta baleseteket. A demonstratív rendőri ellenőrzésnek az a fő célja, hogy a kerékpárosok felismerjék annak fontosságát, hogy az esti, éjszakai órákban láthatóak legyenek. A kampány részeként azt vizsgálták meg, hogy a bicikliken van-e lámpa, és ha hiányosságot észleltek, akkor ezúttal nem büntetést kaptak, hanem ajándékot. Hát ez a büntetés. Jó, egy figyelmeztetés, és akkor azt szeretnénk, hogyha amikor használni kell a világítást, akkor használja. Ezt a első-hátsó világítást a város bocsátotta a rendelkezésünkre. Közlekedés biztonságát szeretnék növelni mindenféleképpen a kerékpárosok körében. Október 28-án a kapitányság előtt a Baross utcai körforgalomnál tartották az egyik ellenőrzést. Olán Péter rendőrőrnagyhoz, a közlekedés rendészeti alosztály vezetőjéhez Márkus Gábor alpolgármester is csatlakozott. A püspökladányi város önkormányzat és a püspökladányi rendőrkapitányság között hosszú ideje jó a kapcsolat, különböző akciókban, különböző rendezvényeken együtt veszünk részt, az önkormányzat segítséget nyújt, hiszen az idén kerékpárral leptük meg két kerékpárral a rendőröket. Most pedig az őszi akcióban, ami egy közbiztonsági felhívásra indult, itt pedig az önkormányzat azzal járul hozzá, hogy azokat a kerékpárosokat, akik majd most este folyamán
vagy akár majd a következő ilyen akciónál világítás nélkül talál rá a rendőr, akkor az önkormányzati oltából két világítást fog kapni a kerékpárjára. Az önkormányzat vásárolta ezt, hogy azoknak a kerékpárosoknak nincs megfelelő világításuk, tudja használni, de használja egészségben is. Szerelje fel a bicikliát, ez pedig a rendőrségnek a ajándéka, hogy mellé. És használja. Jó egészséget. Aki ült már gépkocsiba, azt tudja, hogy ha egy kivilágítatlan kerékpárossal találkozik, vagy utoléri, vagy bármilyen formában találkozik az utcán, tehát az egy borzasztó veszélyes helyzet. És ez a rend, ki kell világítani a kerékpárt. Én annak a pártján vagyok egyébként, hogy ha nem is nagyon szigorú szankcióval, de legalább olyan módon figyelmeztessék a rendőrök a nem megfelelő világítással közlekedőket, hogy azért ráébredjen az állampolgár, hogy ez mégiscsak az ő érdekét szolgálja. Városunk vezetése mindenkor fontosnak érzi a lakók biztonságát, s az, hogy Püspökladány polgárai egy élhető közösséget tudhassanak magukénak. Ennek mérföldkövei az ilyen kezdeményezések, s a rendőrséggel ápolt jó és hatékony kapcsolat. Hiszem és vallom, hogy ez is egy nagyon jó kezdeményezés volt a rendőrség részéről, hiszen ebből is látszik, hogy az első a biztonság, tehát nem a büntetésre fókuszálnak a püspökladányi rendőrök, hanem a baleseteknek a megelőzése érdekében végzik a feladataikat. Az önkormányzat azon van, hogy a rendőrséggel továbbra is ilyen jó kapcsolatunk legyen, tehát bármi segítséget kérünk, amit a rendőrség tud adni az ő szervezetéből kifolyólag, akár nekünk rendezvény biztosításához bármi, mindig megkapjuk, viszont mi is, amikor hozzánk fordulnak a rendőrség vezetői vagy a rendőrök, vagy észleljük azt, hogy valamilyen segítségre van szükségük, akkor nagyon szívesen segít az önkormányzat. Ez az egész most az ön, illetve a tárbiztonságod érdekében történik, ugyanis éjszaka is korlátozott látási viszonyok között világítás nélkül, melyet ugye egyrészt a kerékpárra is fel lehet szerelni, másrészt a jogszabályunk sem megengedő, hogy a világítást a személy a saját testén is hordja, csak jól látható legyen a közlekedésben részvevők számára felismerhető helyen. Úgyhogy ennek keretében most ingyen egy figyelmeztetés, illetve ingyen kap egy... A lámpa jut az elő. Köszönöm szépen. Egy első és hátsó világítás, mert a Püspökladány város önkormányzata vásárolta meg, és használja a lakosok közlekedésben részvők érdekében. Balesetmentes közlekedés. Köszönöm szépen. Hát szerintem hasznos teljes mértékben, hogy felvilágosítsák a lakosokat, hogy este ki kell világítani magunkat. Olá Péter rendőrőrnagy összegzésként elmondta, az ellenőrzés során nagy számban találkoztak olyan kerékpárosokkal, akik a tárgyi feltételeknek nem feleltek meg, ezért az önkormányzat által biztosított lámpákat kiosztották, ezzel is emelve a közlekedés biztonságának javítását. Fontos információ, hogy 2016-ban egy országos kampány keretében október 15 és december 10-e között a Látni és Látszani Plusz kampányhoz csatlakoztak olyan autószervizek és optikai szaküzletek, ahol ingyenesen ellenőriztethetik az autók, haszongépjárművek, motorkerékpárok láthatóságáért felelős alkatrészeit. A regisztrált optikai szaküzletekben pedig díjmentes látásvizsgálaton vehetnek részt az adott időszakban. Mert közös érdekünk látni és látszani.